Balatonalmádi önkormányzatának anyagi hozzájárulásából és a Magyar Labdarúgó Szövetség pályázatának összegéből épül meg az új labdarúgó pálya. A készülő műfüves játéktér időjárásálló és könnyen karbantartható. Edzésekre és mérkőzésekre minden évszakban kiválóan alkalmas. A beruházás az önkormányzatnak közel 13 millió forintba kerül. Ebből 8,6 millió az önerő. Ezen felül 4 millió a talajelőkészítési munkák költsége, mely fedezi a villanyáram bevezetését és a régészeti vizsgálatok költségeit is. A megnyert pályázati összeggel együtt a teljes beruházási költség közel 30 millió forintból valósul meg. A Balatonalmádi életében meghatározó a futball utánképzés, tehát a fiatalok gyerekek részére. Egyesület is van erre itt Almádiban. Helyük eddig a nagy focipályán volt, ahol tudtak kisebb edzéseket tartani. Ez a műfüves focipálya kimondottan ezt a célt fogja szolgálni, hogy ezt az utánképzésnek méltó helyet biztosítson itt a Balatonalmádi Vörösberényi területen. Ács Attila, a Balatonalmádi futballklub elnöke érdeklődésünkre elmondta, hogy a létesülő pálya egy hatalmas űrt fog betölteni almádi sport életében. Elsősorban az utánpótlás érdekeit szolgálja majd ez a pálya. Több mint 150 fiú rúgja a labdát napi szinten. Versenyszerűen fociznak az óvodásoktól az ifi csapatig. Emellett van egy felnőtt csapat is. Nagy segítség lesz, elsősorban a téli időszakban, mert az enyhébb napokon nem kell teremben tartani az edzéseket, mondta. A pálya, ha szakszerűen van ápolva, 15 évig problémamentesen üzemeltethető. Az egyesület gépet és műfű adaptert vásárol a pálya karbantartására. Az almádi labdarúgóknál sűrű a versenyprogram. Minden hétvégén van esemény a gyerekeknek. Tervben van egy városi szintű kispályás bajnokság megrendezése is.